Palánkkal van eltorlaszolva az az átszakított kerítés, ahol sikerült kimenekülnie a családnak saját telkükről. A nagy esőzések miatt a csapadék árvízszerűen zúdult be az udvarba, és árasztotta el a házat is. Az iszapos, hordalékos víz és a rossz vízelvezetés több éve keseríti meg az itt lakók életét. A rokkant nyugdíjas családfő azt mondja, ha egyedül érte volna otthon ez a nagy ár, nem éli túl ha jön egy ilyen nagy eső, de, már ide jövődik egy közepes szint, de nem kö nagy eső, egy közepes szintű eső. Hogy megyek én ott ki? Hulladjak itt be, magyarul? Már bengel, hulladjak, mert amikor mentem ki, Marika, lesüllyedtem az iszabba, leesettek ezen, te kaptál meg a gyerek, te fogtál hátra a gyerek, meg előre, úgy húztatok ki, nem így volt? A férfi azt állítja, hogy ha öt perccel tovább esik az eső, akkor az egész házat elöntötte volna a víz. Azt mondja, hogy a legutóbbi útfelújításnál közel 15-20 cm-rel emelték meg az utcai burkolat szintjét, ezért az útról is az őtelkébe folyik be a víz. A vízelvezető árkok sem megfelelőek, hiszen nem elég nagy az áteresz. A hordalékok felfogására szolgáló rács sem elég sűrű, így minden átmegy rajta. A víz alámossa a járdát, az is berogyhat hamarosan. Azt mondja, olyan árok kéne is, mint amilyen a falu többi részén van. Ide viszont már nem jutott el a fejlesztéssel az önkormányzat. Muszáj lesz lépni, mert ha nem vagy Isten, egy olyan katasztrofális helyzet van, megint ami jön, én innen nem tudok kimenekülni. És nagyon szépen megkérem a polgármesterasszonyt is, a, a KPM-et is, hogy részemre legyenek szívesek biztosítani, egy olyan dolgot ebben kapcsolatban, hogy ne folyom be bizt. A férfi már többször megkereste a polgármestert a problémával, de azt mondja, semmi eredménye. Mi is próbáltuk az eset miatt megkeresni a település vezetőjét, ő viszont nem állt szóba velünk. Egy munkatársával azt üzente, hogy a rengeteg teendője mellett nem tud stábunkra időt szakítani.